Szép estét kívánok, köszöntöm kulturális magazinunk a Paletta nézőit szeptember első napján, kedden 19 óra 45 perckor. Mai kínálatunkban a főszerep a jazzé, beszámolót láthatnak az Alba Régia Festről, majd ellátogatunk a születésnapos képzőművész legenda Miklós János most megnyílt tárlatára. Tartsanak velünk! Három napon át a jazz muzsikái volt a főszerep a Fekete-Egyszárazréti Közösségi Házban. Az Alba Régia Festen idén fiatal tehetségek álltak színpadra, megmutatva tudásukat, de természetesen veretes nagy nevek is voltak a meghívottak között. Találkozó ez évben Székesfehérvár önkormányzata és a Kodolányi Egyetem összefogásával rendhagyó módon valósulhatott meg. Az eddigi külföldi és hazai sztárparádé helyett feltörekvő fiatal tehetségek, illetve szintén fiatal, de már bizonyított formációk léptek színpadra. Pandémiából volt a harc, hogy elérjük ezt a pillanatot, hogy megrendezhessük. Azt tudom én, már így a koromnál fogva, meg szerintem mindenki tudja, hogyha egyszer egy rendezvény kimarad, rettentő nehéz ugye visszaállni. Mi féltük, ugye 86-ban volt az utolsó nagy jazz fesztivál, még a Videoton Interjazz, és utána 10 évig nem volt igazából. Tehát azért mondom, hogy ez most sikerült itt elhelyezni ebben az 500 fős rendszerbe, diákzenekarokkal, fehérváriakkal, vagy Fehérvárról elszármazott zenészekkel, ez egy szerintem fantasztikus dolog. Nagyon tudatos volt a meghívottak neve, illetve az a csapat, akiket ide vártatok. Ezek a fiatalok, akiket te tanítottál, és mennyire bizonyították, hogy érdemes volt velük foglalkozni? Hát én szerintem a közönség ezt el fogja dönteni, hogy mennyire sikeresek a gyerekek, tehát mennyire sikeresek a fiatalok. Én ugye ennek több összetevője volt ennek a fesztiválnak. Mi ugye a célunk az, mindig is az volt, most már 6 év óta, hogy fiatal zenészek, diákzenekarok is fellépjenek, mert ugye ővék a jövő, majd tehát mindig egy jövőkép, tehát ne toljuk le a fiatalokat. Mics Gergő a Kodolányi Egyetem jazz tanszékének vezetője kiváló alkalomnak tartja, hogy ezúttal volt és jelenlegi tanítványait mutathatják be tudásukat a jazz szerelmeseinek. Vörös Tamás főszervezőtársam mondta, hogy ő nem tudna még egy olyan várost mondani az országban, ahol ilyen szinten képviseltetve lenne az igényes zenei műfaj, és ezen belül is a jazz, akár oktatási szinten, akár pedig rendezvény szinten. Ugye itt nálunk alapfoktól kezdve egészen az egyetemi szintig tud valaki tanulni igényes könnyűzenét, illetve az Alba Régia Fesztiválon pedig megérkezett egy olyan, visszatért egy olyan a magas kultúrához tartozó zenei rendezvény a város műsor palettájára, amire méltán lehetünk büszkék, és az országban egyedülálló. A magas kultúrához hozzátehetjük, hogy amikor már az egyetemi oktatásról beszélünk, akkor tanszékvezetőként nagyon sokat kell hozzátenned ahhoz, hogy valóban kiteljesedjenek ezek a fiatalok. Ennek tükrében hol tart ma a magyar jazz és a székesfehérvári jazz oktatás? Egyáltalán azt gondolom, hogy a világhálóra való felcsatlakozással, illetve az abban rejlő lehetőségek minél nagyobb százalékban való kiaknázásával korlátlan lehetősége van már a fiataloknak. Tehát nekem tanszékvezetőként, illetve a tanári kar tagjaként az a dolgunk, hogy a szakmát, mert ez mégiscsak egy zeneipari szakmunka, egy szakmunka, amit meg kell tanulni, minél inkább át tudjuk adni, hogy ők el tudják sajátítani a lehető legprofesszionálisabb szinten, és aztán, hogy ez mikor válik művészetté, illetve hogy ebből hogyan lesz termék, ehhez is kapnak segítséget egyébként az egyetemen, vannak olyan tantárgyak, ahol próbálunk a menedzsment oldalról közelíteni, de igazából ez már a saját ügyességükön, az ebben lévő tehetségükön, vagy akár a szerencséjükön múlik.
Mennyire tudatos az a műfaji kavalkád, amit sikerült itt létrehoznotok a Jazz Fesztivál keretében? Teljes mértékben. Tehát amikor újraélesztettük a Jazz Fesztivált itt Székesfehérváron 2014-ben, akkor az egyik legfontosabb alapelve az volt, hogy egy stilárisan nyitott fesztivált csináljuk, ugyanúgy, ahogy egyébként a hangszintén művészeti iskola is az, illetve a Kodanányi Egyetem is művészeti tanszéke is az. Tehát nem akartunk semmiképpen egy ortodox jazz fesztivált csinálni, attól függetlenül, hogy egyébként a Tamás és én is mondjuk szerintem 80-90%-ban jazz hallgatunk otthon, de hogy hisszük azt, hogy a jazznek közönségre van szüksége, és szeretnénk megnyerni újabb embereket ahhoz, hogy az igényes zenei műfajokat válasszák akkor, amikor koncertre járnak. Úgyhogy itt igazából a halmaz, a közös metszet, az az improvizáció, ami a jazznek az egyik legfontosabb jellemzője. Jöhet az popzenéből, jöhet funkiból, jöhet világzenéből, etnózenéből. Az a lényeg, hogy igényes műfaj legyen. A nyitónapon a Dám Trio, a Mid Jazz Band, a Sinterc és a Nene bizonyította, hogy Székesfehérvár a mindenkori jazzvarázslat városaként ismét a hazai zene központja, folytatva a veretes hagyományait. Vasárnap is remekül indult, hiszen a Bágyi Balázs New Quartet és a nagyszerű énekesnő Pocsai Kriszta olyan közönségvonzó csapat, akik a világ bármely színpadán halmozhatják az ovációt. Ezzel csak viccelődni szoktunk, hogy már évtizedek óta ismerjük egymást. Valóban így van, a főiskolán voltunk osztálytársak, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem jazz tanszakán, és mondjuk nemrégiben kezdtünk el együtt dolgozni. Úgyhogy azt is mondhatnám, hogy egy kicsit átalakult a kapcsolatunk, az osztálytársi, picit azért nyilvánvalóan tudtunk egymásról, hogy ki mit csinál, ki merre van. De azért együtt dolgozni, ez egy picit szorosabb kötelék, ráadásul úgy, hogy mondjuk úgy kezdtük el, hogy a Balázsnak a saját műsora volt, a Shakespeare műsor volt, amit együtt kezdtünk el csinálni, és együtt keresgélni a szövegeket. Szóval kicsit jobban megismertük egymást, nagyon sokat gondolkoztunk együtt, nagyon sokat beszélgettünk együtt, úgyhogy egy picit így szorosabbra fonódott a kapcsolatunk az utóbbi mondjuk 5 évben talán. Úgyhogy tartalmasabb lett, ezt is mondhatnám, és azóta nyilván elég sokat muzsikálunk együtt. Van egy Ella Fitzgerald műsorunk együtt, van egy Jerome Kern, ez a legfrissebb, amit együtt csináltunk. Úgyhogy a zenekarával is nagyon jól összerázódtunk, mondhatni. Pocsai Krisztától már megszokhattuk, hogy énektudásával egy egészen más dimenziót képvisel. 2 évtizedes barátságok Balázssal pedig valamiféle eleve elrendelés a különleges hangzásra. Ha csak a New Quartettel játszunk, akkor a saját szerzői zenémet játszuk, amik nyilván azok mindig megújulnak, tehát mindig írok új darabokat évről évre. Ha Krisztával vagyunk, akkor meg inkább az örökzöldeken dolgozunk. Picit változtatunk, egy-két harmonizálás, egy-két pikpak bekerül, de jól felismerhetőek azok a standardek. Korábban volt egy Tribute to Ella című anyagunk, és most pedig az idéntől elkezdtük a Jerome Kern nevű híres zeneszerzőnek a darabjait játszani. Thank you.
Az est úgy folytatódott, ahogy azt a valódira és hitelesre kiéhezett közönség várta, Birta Miki triója azt hozta, amire a legmagasabb szintet képviselő évtizedes múlt kötelez, Csodát trióban. Olyanokon szoktam gondolkodni, hogy hiteles az, amit csinálok, hogy önmagamat adom-e, azok a zenék, amiket színpadra viszek, azokkal teljes mértékben tudok-e azonosulni. Azt hiszem, hogy ez az a motivum, ami évtizedeken keresztül mindig ugyanaz volt, és ahogy telik az idő, úgy érzem, hogy mindig egy picit talán közelebb kerülök. Szerintem elérni sose fogom, de mindig ez a cél. A mai jazz életre hatással van az a stíluskavalkád, ami manapság jellemzi a műfajt? Hát egyrészt mindenképpen hatással van, másrészt pedig inkább azt érzékelem, hogy talán a zenészeknek kevésbé volt fontos a műfaji meghatározás, mint azok, akik valamilyen formában szeretnének erről beszélni, hiszen definiálni kell, oda kell rakni valahova, és akkor emiatt meg kell neveznünk, hogy az jazz, de egyre inkább azt érzékelem, hogy ezek a műfajok között az átmenetek egyre inkább elmosódnak, és ettől kezdve még nehezebb is definiálni, mi az, hogy jazz, hiszen sok olyan zenében találunk már improvizációt, amit egyébként nem a jazzhez kategorizálunk. Úgyhogy nem egyszerű dolog ez ma már. Záronapon az Equinox zenekar mutatta be, hogy miként lehet a modern mainstream kompozíciós elemeit ötvözni a dallamossággal és a befogadhatósággal a zene mindenek felettiségének jegyében. Mindig igyekszem befogadhatóvá tenni a kompozíciót. Én, hogyha zenei elemekről gondolkozom, akkor azt mondom, hogy a dallam a legfontosabb. Nem azt mondom, hogy a többi elem, a ritmika, stb. A dinamika és az akkordok nem lényegtelenek, de nagyon fontos a dallam, és elsősorban én dallamcentrikus zeneszerző vagyok, úgy gondolom. Mindazonáltal én a kompozíciómat nem célzottként írom, tehát nem úgy, hogy most leülök, és akkor írok egy ilyen vagy olyan dallamot, ami jön éppen, ami éppen akár megálmodom, akár felülről kapom, akár belül megszólal, azt leírom, és megpróbálom a szakmai tudásommal hangszerelni és kompozícióvá alakítani. És hozzá kell tennem azért ezt nagyon fontos számomra az is, hogy kik adják ezt elő, hiszen mihelyt megszólal bennem egy kompozíció, egyszerre hallom is, hogy ki lenne erre az legalkalmasabb, és hallom benne az Erikő hangját, hallom benne a Pistinek a szaxofó hangját, és éppen ezért nem csak hangszerre célzottak a kompozíció, hanem személyekre is. Yeah.
Vörös Janka és Emma a töpörtyű csoda kislány korán sem véletlenül abszolút közönség kedvencek, amit az újdonsült anyuka és az ő gyermeke képvisel a színpadon és a színpadon túl, az igazi 21. századi adrenalin bomba. Eltelt egy pár év, amióta az Emma született, úgyhogy most már ő is itt van a koncerteken, és nagy rajongója a zenének. Miként sikerült újra kezdened, hogy a nagyon is magas szint, amit mindig megköveteltél magadtól, folytatódhassék? Hát igazából nem tudtam végül is újra kezdeni, mert hogy karantén volt. Tehát minden, ami most erre a nyárra alakult volna, akár koncert szempontjából, vagy egy visszatérés szempontjából, az most itt tolódik. De hát előttünk az élet. Hogy sikerült folytatni, hiszen nyilvánvaló, hogy a csapatot számított rád, a jazz rajongók nem különben, és azt hiszem, hogy a pandémia közbe jötte, azért még segített abban, hogy újult erővel indulj neki. Hát igen, végül is arra jó volt ez az egész leállás mindenki részéről, hogy átgondolhattuk azt, hogy mik azok a dolgok, amik valóban fontosak, amivel érdemes lenne foglalkozni. És mi az, ami csak egy ilyen fölösleges rossz, és csak futjuk a köröket, de nem történik semmi konkrét vagy fontos dolog. Végül is írtunk néhány új dalt, voltunk az A38-on egy ilyen karanténkoncert keretében, voltunk egy Szentkemes TV vagy videófelvételen, ezek mind jó élmények, próbáltunk rá. És hát a sorsközösség, hogy most mindenki egy cipőben jár, ez megosztó is lehet, de ugyanakkor szerintem ez inkább összekovácsoló erejű. Emma hol tart most a zenében? Hát most a Poliszt már elhagytuk. Igazából Aretha Franklinen túl vagyunk, Aretha Franklin munkásságán. Whitney Houston az nagyon nagy kedvenc még most. De Justin Timberlake is szintén, Beyoncé. Beyoncé-nak már a koreográfiáját is kezdtük tanulmányozni. Ugye? A három nap hozadéka, hogy Mics Gergő és Vörös Tamás gondoskodó tisztelettel és szakmaisággal összeállított programjának köszönhetően bebizonyosodott, hogy az igényes zene apostolainak a felgyorsult 21. században is megvannak a követői. Miklós János keramikus művészt nemrégiben köszönthettük 70. születésnapján, s ha már így volt, szerét ejtettük, hogy megszólítsuk az elmúlt időszakban készült műveiről, annál is inkább, hiszen a Jövő régészeti leletei címmel nyílt kiállítása. Válogatásában térplasztikákat és szinesztéziával kapcsolatos új munkáit láthattuk a Pelikán galériában. Tétova gondolatsor jutott eszembe, amikor a kiállítás címét olvastam, hogy a Jövő régészeti leletei, és azt mondom, hogy az ismeretség okán is én már réges-régen meggyőződtem róla, hogy te a jövőnek dolgozol, de olyan stílusban, olyan motivumrendszerekkel, ami azt hiszem, hogy javára válik ennek a felgyorsult 21. századi embernek. Honnét jött az indítatás, hogy ilyen motivumrendszert használj? Hát ez nagyon-nagyon régi dolog. Tehát az, amikor szembesültem azzal, vagy jobban foglalkoztatott az, hogy mi történt apáinkkal a háború után, ugye megjárt a Donkanyart édesapám, és nagyon keveset hallottunk mi erről, meg más történelmi részekről is, dolgokról az iskolában. Otthon meg még kevesebbet, mert volt valami olyan homály, ami miatt ők nem nyilvánították ki, nem beszéltek ezekről a dolgokról. És egyszerűen érdekelt, hogy mi történt a magyarsággal. És egy barátomnak az öccse Amerikába távozott, és őtőle kaptam 35 éve, 40 éve majdnem Badinyi Jós Ferencnek a magyarokról szóló kis kiadványait, és ott találkoztam először a tatárnaki koronggal, ami ugye 7500 éves, és ez nem a Magyar Tudományos Akadémia állapította meg, hanem a románok ráadásul. Na most ebből kifolyólag ugye elindult bennem egy dolog, hogy a magyarság történetét tovább kutatva, hogy a mag népe, a magura, hogy ezek hol, merre
léteznek, és ennek van egy külön olyan szellemvilág, olyan mondavilág is, minden csatlakozik hozzá, amit érdemes végignézni. Most innen indultak el a magok. Tehát a mag, ami ugye mindenki tudja, hogy benne van a kezdet, a jelen és a jövő. És a másik, ami fontos, hogy a kör. Tehát a kör a gömb. Tehát nekem volt egy nagyon jó rajztanárom, Gárdai Ferencnek hívták. Ő, mikor látta a tárgyamat, azt mondja, érdekes módon neked a tárgyaiban nincsen szögletes dolog. Azt mondja, mert a szögletes dolgok, azok mindig az egyes, a veszekedés, a negatív kisugárzás van a hegyes motivumoknak, nálad meg mindenhol kör van. Na most a kör, ha az ember megnézi, tesz egy átlót rá, akkor benne van a kereszt. Tehát akkor már, tehát így végig ki lehet bontani, ez pont olyan, mint egy gyúrta. Ha körbeállunk, a középponton minden ember egyforma távolságra van. És akit választanak, ugye akit hallgatnának, az áll középre. Tehát a teremtővel ő van közvetlen kapcsolatban. Tehát, na, szóval így indultak ezek a dolgok, tehát nem úgy, hogy esetlegesen, hogy valami olyan dolog, hogy divatossá tegyem, mert akkor, mikor én elkezdtem ezt, az idolokkal nagyon sok ember foglalkozott. Na most az idol, vagy a szobrászat, ugye, ami egy plasztika, mint egy meggörbült tér, amit ha körbe járok, akkor az a teljes, akkor mutatja meg magát a szobor magát. És a másik, hogy ezek az alkotások, hogy legyen üzenete. Na most üzenet az olyan legyen, hogy 2000 évben is hiteles legyen, meg a mai nap is hiteles legyen. Tehát az ember próbál úgy gondolkodni, hogy olyan jelképrendszert, olyan dolgot, amiben tényleg, hogy a jó szobor, azt szerintem az 2000 év múlva is jó szobor lesz. Fogalmazhatunk úgy, hogy ez egy szellemi misszió, ami tárgyiasult. Igen, hát tulajdonképpen ez, ami aztán úgy kinyitotta minden irányba a figyelmemet. Hát a családon belül is a fiam, mint történésznek tanult, tehát próbáltam ilyen értelemben, de hát ő annyi mindennel tehetséges, hogy a mai napig 40 évesen se. Én azt hiszem, hogy nyugodtan mondhatom, hogy egy polihisztor, mert ugye a zenében is nagy sikereket ért el egyetemi végzettségei alapján is és munkájával, meg most egy pár év neki át festeni, és én szerintem annyira egyedi dolgokat alkot, hogy senkivel nem összehasonlítható, hogy csak örömmel nézem, hogy miket alkot. Alig 3 hónapja ünnepelted a 70. születésnapodat. Ilyenkor óhatatlanul is számvetésre készül az ember. Azt hiszem, hogy neked nem kell számot vetned. Viszont a hogyan továbbot megfogalmazhatnád nekünk? Valamikor nagyon régen csináltak velem egy riportfilmet, egy kis szeretet, és én ugye akkor pont szintén a történelembe belevetve magamat, Attila ugrott be, és ugye a képes kronika szerint úgy van írva, hogy Attila 121 éves korában halt meg náci szakán orvérzésben, ugye mi tudjuk, hogy ilyen nincs. De én azt mondtam, hogy nekem még akkor rengeteg időm van, mert ő a példaképen, és tele vagyok feladattal, tehát nekem állandó jelleggel van olyan programom, hogy naponta nem tudom, mindig csak az van, hogy megint nem végeztem el a restanciát, mert nem félt bele a napban. Úgyhogy remélem, hogy még egy pár évig tudok kerámiával és művészi tevékenységgel foglalkoznom. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!